kilométerre. Egy régi település, 1258-ban említik először a település nevét, mint Berzseny. 1417-ben Zsigmond bányajogot adott a településnek, majd később 100 bányászokat telepített be, és ezek itt nemesfémet bányáztak itt a Börzsöny hegyeibe. A település bányaváros is volt, úgyhogy a létszáma volt ilyen időszak az 1940-50-es években, amikor a 2000 lelket is elérte. Sajnos ma a településnek a lélekszáma 829 fő, úgyhogy egy előregedő település, egyre kevesebben laknak. Munka lehetőség az kevés, helybe szobra a vasúthoz járnak dolgozni, illetve a Letkési TS-nek van egy melléküzemága, ahova dolgozni járnak. Itt helybe bogyós gyümölcsel, termesztéssel foglalkoznak, és ebből próbálják fizetésüket kiegészíteni, illetve van olyan ember, aki ebből él. A településen nagyon sok műemlék van, a Szent István templom, a Szent Miklós templom, Bányász templom, van egy tájház, időnként üzemelő vízimalom, és van egy erdei kisvasút, ami 1992-től nem üzemel. Hogyha sikerülne egy üdülő falujá átalakítani a települést, ez talán megoldaná a gondot, hogy nem halna ki a település. Itt születtem Nagy-Börzsönybe szintén, és én nagyon örülök neki, hogy ilyen gyönyörű faluba születtem. Hát van egy pár hiba mondjuk, de azért én a világ kincsé nem mennék el Nagy-Börzsönyből. Az első tényleg épület, a Szent István templom, ahogy bejön az ember a faluba, hát egy csodálatos építmény. Hát egy regét az édesapámtól hallottam, ő meg az ő nagyapjától hallotta, és azt most el szeretném mondani. Hát valamikor régen ezt a részt nagy erdőség borította. És az Esztergomban élő Szent István király gyakran járt ide vadászni, mert nagyon szeretett ide jönni. És ugye hát Szent István királynak nagyon sok ellensége volt. A Somogy megyéből volt egy Kupa nevezetű pogány várnagy, aki hát nagyon nagy ellensége volt ugye Szent István királynak, mert nem tetszett neki, hogy Szent István király megfékezte őket a rablásba, és hát bevezet, ugye a hitet is mondjuk elterjesztette. Összegyűjtött egy sereget, és orvul megtámadta az itt vadászó királyt, Szent István királyt. És ugye a Szent István királynak a kis csapata nem volt fölkészülve erre, hogy mondjuk megtámadják őket, és bizony menekülni kellett ennek a kis csapatnak. Itt, ahol a mai Szent István templom a nagy sűrű bozót volt, volt ott galagonyabokor, meg bodzabokor, és hát nagy szerencséje volt Szent István királynak, mert oda elbújt a bokorba, és szerencséje volt, mert megmenekült. És amikor utána Isten segítségével legyőzték ezt a kupának a seregét, akkor Szent István király ott letérdelt, és hálát adott a Jóistennek, hogy megmenekítette az életét, és megfogadta, hogy ebbe, azon a helyen, azon a bokornak a helyén egy templomot épít, és hát, hogy ott hogy az is dicsérje a Jóisten azért hálából. Ez a templom az 1200-as évek végén épült. Különlegessége, hogy kevés ilyen templom van, ami így megmaradt abból a korból, nagyobb átépítések meg átalakítások nélkül. Román stílusban épült, kb. Egy méteres kockakövekből faragták, és nagyon stabilan megépítették, úgyhogy ma is még az eredeti formájában áll. A templom az utóbbi időben hát elkezdett süllyedni, főleg a szentély körüli rész. Egy ideig hát ezt a részt, ezt csak tömködték, de hát a végtelenség nem lehetett ezt csinálni, mert már a falak annyira eltértek a függőlegestől, és nem olyan régen egy komoly zárókő is kiesett a templom boltozatából. Úgyhogy hát ez egy ilyen
erős jel volt, hogy nem lehet már tovább halogatni a templomnak a felújítását. Vagy idén, vagy jövőre ez meg is fog történni, ez a vagy miért, hát felújítás. A vízelvezetést azt már megoldottuk tavaly, tehát felújítottuk, és jobb megoldást nyert a vízelvezetés, mint ami eddig volt. Az is valószínűleg hozzájárult a süllyedéshez, hogy a falak süllyedtek. A templomot csak temetési szentségre használjuk, hiszen van másik két templom, ami nagyobb, és azok közelebb is vannak a faluhoz. Nagyon sok látogató keresi fel ezt a templomot, a stílusa, és valóban a tájhoz és maga az arányaival egy nagyon szép románkori templom, és nagyon szép látvány. Sokáig plébánia templomként működött, de aztán, ahogy elkezdett nőni a falunak a lakossága, ugye szűknek bizonyult, kicsinek bizonyult, és akkor építették a bányász templomot, amit aztán szintén később bővítettek, és aztán később még egy nagyobb templomot kellett építeni. Hát malom volt a faluba. Nagyon jó nem ment, mert ez csak úgy tud érvényesülni, ez a malom. Az egész családnak kellett hozzájárulni, mert 24-ezni kellett. Az egyszer Molnár nem bírta 24-ezni. Én ment általában egy évben 4 hónap, 4,5 hónap, de ez 2 volt osztva, ősz és tavasz. És jó víz volt akkoriban? Sok akkor víz volt? Ugyanez volt. Az minden év más volt. Volt bővízű, esőzés, volt szárazság. Ugyanez volt akkor is, mint most van. Ha nem volt víz, akkor javították a malmat, és általában a molnárok falmunkával szerettek foglalkozni, fával. Akkoriban favilla, fagerebje, kaszanyél, kapanyél, molnárnak ilyet kellett csinálni. És ez a malom, ez mikor épült, és ki építette? 1847-ben épült. Azelőtt malom volt, de fából az teljesen tönkrement, és azt építették helyette. Édesanyámra maradt volna, mert volt 2 fiútestvére, azok az első világháború meghaltak. És akkor maradt édesanyám, az idehozta egy parasztfiút, édesapám Antal György, az parasztfiú volt, és megtanulta a szakmát. Muszáj volt aztán minden fiúnak átvenni a mesterséget? Nem. Nem, de akkor más jobb nem volt talán. De azok általában apáról fiúra maradtak. Minden ház itten vagy vályog, de inkább kő. Az volt a legolcsóbb a hegyekből hozni a követő, csupa kő a hegyek. És az könnyű volt lefelé szállítani. És a berendezés, hát ezek most már acélhengerek, ózerhengerek, ezek nagyon régi gépek már, nagyon régiek. Most már a őrmalmokban, ott korszerű minden. Itt azért elég nehéz volt a munka, lépcsőzni, sok mindent kellett. Milliószor leföl, de azért már korszerű, mert a hengerek már föl vannak szerelve, jelzőcsengővel. Itt van maga a malom rész, ahol őrölték a gabonát liszté. Hát ez a középső szint. Ugye van itt egy padlás rész felettünk, ahol vannak fent a sziták és a malomnak a többi része, alul pedig már ahol zsákolták a lisztet, a végtermék, ahol leszóródtak a különböző finomságú lisztek. Ez egy többszöri visszaöntéses vízi malom, mivel itt többször őrölték meg a buzát fokozatosan. Hogy egy gépen 3-4-szer keresztül ment, és a gép oldalán volt egy állítókerék, amivel mindig szűkebbre vették a hengerek között a távolságot. A garat is ezért van két fele osztva, hogy hol az egyik oldalból jött az őrlemény, hol a másik oldalból. És akkor mindig finomabb jött. És ezáltal tudta a Molnár mester is, hogy mennyire állítsa a kerekeket össze, ugye. De közben ment a szitákra fel, ami liszt volt, az kipotyogott, ami darab volt, az még visszajött a hengerekre, és ugyanúgy megőrölték. Ugye egyre kevesebb jött mindig vissza a gépre, és akkor a végén ez szépen elfogyott, és mindenből ugye liszt lett. Puszti bácsi, tudna még dolgozni ez a malom? Tudna.
vizet neki, és itt minden jó. Minden föl van szíjazva, alapján minden jó benne. A Molnár akkor tudott jobbat aludni, ha minél jobban zörgött a malom. Ha cseng volt, akkor a Molnárnak kell dolgozni. De jobb volt, ha a malom dolgozott. Sokkal jobb volt. A Molnár pihenett, aludhatott közben. Mert alapján, ahol itten főleg azoknak nagy gyaratok, 5 és fél mázsát fölönteni. Akkor az egész éjjel beladott. Most lenne mit örölni itt a malomban? Elég nehez. Ez nehéz kérdés. De valamikor csak ide hozták. Tudták, láttak, a pataklan a falu közepén. Van víz, akkor most gyerünk a malomba. Ez ilyen megszokott valami volt. Mert valamikor lovaskocsin, ökröskocsin, vagy háton, inkább háton, talicskán, egyterükű talicskán, vittek a malomba. Guten Tag, guten Tag. Wo bist du gewesen? In Baltin ich bin, da bist du halt eingekommen. Die Kinder bei uns kommen. Was ist gedacht, ich bin so aufgekommen mit Touristen, was also ist, wo bist du bezahle und nicht haben wir uns verstanden. Hat, wie ich bin auch gerade verstanden. Hat, einmal spielt der Hund, egal, nur was hier reide, was ist das oder? Jetzt reide ich schon im Geben Wasser trinken. Hát gulat rajdi, un fobu ez enztek hume. Hát en zizen a svóm. Rajdi, hát bi ez enjö a svóm. Un dattam be ank, hobi í, rajta hobi tesz, basze, un dihom zis kostane. Hát rajdi, bi ez enj, na, un erusi svóm, ez a, un dattam nitacit, na, un egyáltalán ember un nit kostane. Bi er anid, mit szomsz kostane? Na, hum, de arbet is tupil. Hát én az agány starvil arbet, hogy hát ez nem ezt az EU. Mi vil arbet kajtál ezzel. Ha mindenben becélt, ha ma te bánybe vil szafikum, de te bánybe vil becállam. Ha beszállít kúrt, ez bezó zelkhajne rájn, zizt azt tot kományt nincs postán, ne bíjel. Igaj, gocnál meg. Gocnál meg, Edua. Végül is itt régen aranyat bányáztak. Ez még az 1200-as évekre nyúlik vissza. Akkor telepítettek be a faluba a tiroli bányászokat, és ők kezdték itt végül is ezt a bányászatot. Aztán az 1400-as években települtek még hozzá 100 szakmunkások, és Nagy Borzsony az 1439-ben bányászváros lett. Ez a 17. században épült, és a bányagazdaháza volt, aki szász eredetű volt. Elől van a bányagazda irodája, középen van a konyha, utána van egy tiszta szoba, utána a szobából nyílik egy kamra, és az egész épület alá van pincézve. És még a pincének az az érdekessége, ezt el szoktam a látogatónak is mondani, hogy ezt a csupasz földbe vájták ki. 1982-ben lett így helyreállítva, mert régen külön volt a bányászmúzeum, ami fönt volt a művelődési házba, a rudabányaiak üzemeltették, és ezt 82-ben nyílt itt meg, és a falusiaktól vásárolták végül is össze a jellegzetes dolgokat, tehát tárgyakat és különböző használati eszközöket. Végül is az irodarész az van bányászati jelleggel kialakítva. Itt különböző bányász egyenruhákat lehet látni, kőzeteket, aztán különböző bányász szerszámokat, amivel még a középkorban dolgoztak. Aztán nagyon szép fafaragásokat láthatunk, amit 1979-ben volt itt Nagybörzsönyben az országos fafaragó tábor, és ezek javarészt az ő munkáik, hát végül is ezek is a bányászathoz kapcsolódnak. A középső rész, ez a konyha, ennek van egy érdekessége, hogy egy úgynevezett füstös konyha, vagy nyitott kéményes konyhának is mondják, ami egy hatalmas nagy kémény takar. Alatta van egy rakott tűzhely, középső része a kenyérsütő kemence, és a jobb oldali részen pedig egy vízmelegítésre szolgáló katlanház található. Még egy kis spórolós dolog is van benne, mert állítólag régen volt ez a füst és kémény adó, és ezeken a régi épületeken ez az egy kémény volt, és ide vezették be a füstcsöveket. Úgyhogy itt is a konyhából is, és az irodahelyiségből is ide van bevezetve a füstcső, és végül is csak egy kémény után fizettek adót. A konyhában van egy vesszőszeletelő, amiből a később a hátikas szőtték, végül is a vesszőt ezen húzták keresztül, és ilyen lapos formájúvá alakították, ebből fonták a hátikast. Ez egy hétköznapi használati eszköz, amiben élelmet hordtak ki a mezőre, még a gyereket is belerakták, és ebbe szállították. Végül is a tiszta szobába pedig szintén nagybörzsönyi népviselet található, nagybörzsönyi bútorzat.
egy sublót, egy nagyon szép szekrényet, amit nagyon csúnya szóval parasztbaroknak mondunk. Aztán lajbikat lehet látni, valamint a tiszta szobában látható még egy tulipános láda és egy régi ágy, amiben még az úgynevezett strózsák van, ez szalmazsák, vagy vászonzsák, és ezt szalmával tömték ki, és minden évben újra cserélték a szalmát. Aztán leghátul van a kamra, ez végül is érdekes, hogy a szobából nyílt, mert itt azt mondják az idősek, hogy a legtöbbször ennek külön bejárata volt a kamrának. Ez javarészt kádárszerszámokkal van berendezve. Az udvaron mezőgazdasági szerszámokat láthatunk, ekét, aminek még eredeti faváza volt, egy igát láthatunk, aztán egy lajtkocsit, amivel a bányászoknak hordták ki a vizet, és egy tűzoltó szivattyút. Hát ez a pincesor Nagybürzsönynek a bejáratánál, hát a szőlőtermeléssel azonos időben, filoxéra előtt, tehát a századfordulóval nagy területű szőlők voltak itt, és ezeket úgy hívták, hogy pázsit, tehát bözsönyesen triezsek volt a neve ennek, és így alakult ki, hát mint egy olyan 60 ilyen pince és présház maradvány van ma is még. Általában a présházak azok ilyen vegyes kőalappal és vályoggal épültek, a pincék meg itt termett kőből építették az akkor még hozzáértő kömövesek. Sajnos elvesztette a szerepét ez a környékhez, a területhez viszonyítva is jó minőség, asztali minőségű bort adó szőlőterület. Hát most nem akarom azt mondani, de hát megváltoztak a határviszonyok is, és a piac kérdése is. Ezért került a mai Bürzsöny, valamikor szőlőtermelő Bürzsöny, most egy parc, kis parcellás ahhoz viszonyítva. És ez a pincesor ennek a, hogy mondjam én, emlékműve. Sajnos egyre romlóbb állapotban. Hát egy részük lakatlan, és hát tönkre megy. Másik részét megveszik a présházakat a városi emberek, és hát jönnek ide, próbálnak pihenni amennyire. Lehet is azok egy kicsit úgy helyre hozzák, de az önálló pincéknek a sorsa az megbélyegzett sajnos. Nem vagyok meggyőződve, hogy meg bírjuk menteni. De van itt nagy kulcs is. Tessék vigyázni, kezit csókolom, mert csúszós. Üresek, mind üresek. A betörések miatt ma itt kint a pazsiton nem tudnak tárolni bort, vagy kromplit, meg ehhez hasonlat. Én is a szülőmtől örököltem, meg a nagyapámtól. Ebből kifejezően én fenntartom. Datára, hogy öreg vagyok, van egy szülőm, van 74 cikő földön, az bemilvajom, de eszek, meg iszok, alszok és dolgozok. Hány éves most jössz a bácsi? 88. Én meg szeretnék még többet élni. De itt, ha ki tessék jönni, akkor tessék itt vigyázni, mert ahogy csöpök, csúszósak út. Valamikor egy szombat-vasárnapokként 4-5 gazda is butellázott. Az azt jelentette, hogy üvegesbe mérték neki. Ő vitte az üveget, mérték a litert. Tehát nem poharazó, nem bögre csárda, hanem az ő saját borát mérték. Hát azt hiszem, hogy erre sok példát lehet találni még úgy a történelmi borvidékeken. Itt ez most már kihalt. Hát én gondoltam, hogy maradjon akkor legalább egy butella ebben a kis faluban, és hát egy megfelelő borra minőséggel próbálunk a vevők felé menni. Törzsvendége önnek a 90%-a abból adódik, hogy ezek a munkában megöregedett parasztemberek ide jönnek, és
hazafele jövet, a kapát leteszik és megisznek egy pohár bort. Netalántán még előveszik a maradékot a tarisznyából is, azt is elfogyasztják. Saját pohara is van itt a törzsvendégeknek. Igen, hát ez így kialakult, én örültem neki, mert gyakorlatilag mindenki a kedvenc edényéből szívesebben iszik. Hát ez már egy módosított butella. Így úgynevezett hétvégisek körülbelül egy olyan 100-110 épületet vettek meg, tehát ilyen idősebb lakás vagy présházat, és ezt alakították át, és ezek hétvégeken, ezek általában Pest melléki emberek, akik ide lejönnek, és mondjuk olcsóbban tudnak egy hétvégét eltölteni, mint a Balaton környékén, vagy a Dunakanyarba. Úgynevezett Farkasvölgyi patakban van egy víztároló, ahol pecázni lehet, és igen kedvelt hely, járnak is Pest környékéről, Dunakeszi környékéről, sőt, még Szeged környékéről is járnak föl pecázni. Mellette van az önkormányzatnak egy vendégháza, ami szállást tudunk biztosítani nem sok fő embernek, egy 8-10 főnek. Ez a szállás egy éjszakára 700 forint egy főre. Egy komolyabb vendéglőt kellene valahogy beüzemeltetni, vállalkozókkal beszélni, hogy az étkezés azért folyamatosan és színvonalasan meg lehessen oldani az idejövő embereknek. Maga a település lakossága is érzi azt, hogy csak az idegenforgalom tud a településen valamit rendíteni, és lehet, hogy azt követően mondjuk vállalkozó is letelepedik itt a településen, és munkalehetőséget tud majd biztosítani. Hát gondolom a kisvasút, ha beindul, az is egy 4-5 főnek munkalehetőséget tudna biztosítani. Ahol most a jelen pillanatban vagyunk, ez volt a indulási vasúti központ, itt volt a üzemvezetőség, mert van, amikor vasút üzemként működött külön az erdésektől. Innen indult a felelvény, először csak fa szállítással foglalkozott, kimondottan személyszállítás nem volt, a turista forgalom nem volt, de viszont munkásokat szállítottunk. Akkor voltak a fatermelő brigádok, a női műveli brigádok, amikor minden nap kellett vinni a nyitásra, és visszak után vissza. Az később, már 1980-ban, akkor egy vándorúttörő tábor működött kettő Börzsönybe, egy Börzsönybe és egy Kisétáson. Most azokat minden másnap kellett megírtással vinni az ebédeltek, és onnan mentek Velodmosztrál, ez volt a különböző. Ahol beindították a szombat, vasárnap és ünnepnapi turistaforgalmat. Az mit jelentett, hogy napi 3 járat volt, és hát később lecsökkentették 2-re, utána 1-re, utána csak 1 járat volt. Utas sok volt mindig. Úgy mondjam, a pénz kevés volt, mert nagyon sok kedvezményes utas volt, vasúti kedvezménnyel el lehetett, akkor, és olcsó volt a jegy. Hát kisírtási volt 1-10, a nagyírtási 1-50. Mekkora személyzettel futott egy ilyen szerelvény? Hát, 2, 2 személyzet. Volt a mozdonyvezető, és volt a fékes, aki ellátta a kalahoz, teendőt is. Hát a fékezőnek visszafelé, hát meg lejtő van, hát azért van itt a fékekocsin, az rásegített a fékezésre. Telep volna mozdony, eltűnte volna. Télen is közlekedtünk, akkor bája, fó ellepátolás, a sín karbatartás. De utasokat akkor nem vittek? Hát a munkásokat, ha dolgoztak. Hát a fatermelők azok télen is dolgoztak, sőt a művelők is. A karácsony előtt
hónapban karácsonyfa termelés is folyt itt, és azokat ki kellett mindig termelték a karácsonyfát. Pali bácsi vezette az utolsó mozdonyt, ugye? Ha jól tudom. Mikor volt ez? 3 éve, hogy megszűnt teljesen, úgyhogy... Most rájuk ment, sőt, szobik. De felecebben. Ha szabad így kifejezni, mert nem ellopták. Az eldéset... Már a pénzben nincs, hogy ezt ott beindítsa, mert... Mint ahogy mondtam, az alapfizetés sem dolgozott, ez az elvezet. Hiába dolgozok éppen, ennek személyzet kell. Már nem csak hanem a magát, a pálya szüntetlen, külön pályamunkás, minden nap dolgoztak rajta. Emlékszik az utolsó útra? Hogy? Milyen volt az utolsó út? Nem jó. Nem jó. Sok utas volt? Hát... Hogy őszinte legyek, az utasok nem is tudták. Amit még szombat, vasárnap elvittem, azok nem tudták, sőt én sem tudtam. Ez már holnapra. Reggel bejöttünk és azt mondták, hogy holnap ne jöjjünk. Igen sok ember szeretné, hogyha beindulna ez a kis vasút. Május 4-én volt egy találkozó nagyirtáson a vízválasztónál. A nagyirtáson lévő panzió tulajdonos is felajánlott nagyobb összeget, hogy a kisvasút helyrehozatalába segít. Na most egy gond van ebben, hogy az ipoly erdő az üzemeltetője, működtetője, de végsősoron semmit nem csinál a kisvasúttal. Úgy néz ki, hogy a település lenne az üzemeltetője is, és alapítványt hoznánk létre, és ezen keresztül próbálnánk pénzt szerezni arra, hogy ez a kisvasút mondjuk működőképes legyen. Jó lenne, hogyha ezt is be tudnánk üzemelni, mert így mondjuk a faluba nem csak bejönni lehetne, hanem ki is lehetne menni, mert az országutas csak benne ugyanúgy vissza lehet menni, tehát másik kijárata nincs a településnek, csak visszafelé.